megszülettem, hallgattam s értettem szívének dobbanását, ázott szemén boldogság során. Kedves gyerekek, volt gyerekeink, növendékeink, kedves kolléganők, kollégák, engedjétek meg, hogy így is nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntsem az anyáinkat, a nagymamákat, mindazokat, akik az anyai megszólításra, az anyai kötelességre, az anyai feladatra vállalkoztak, és ezeket nap mint nap tanúsítják, mint volt gyermekeink, mint volt kollégáink, és főleg azoknak az anyukáknak, akik ma már nagymamaként is, vagy ha jól tudom, talán, és jó az információnk, akkor egy déd nagyszülőnk is van a volt gyermekeink közül. Ilyenkor mindig arra szoktam gondolni, jó magam, mikor anyákat kell köszönteni, vagy anyákkal kerülök valamilyen helyzetbe, hogy a nő, a lány, a nő, az anya, a nagymama, a dédnagymama mind egy olyan feladatra vállalkoztak, aminek valamennyien köszönhetjük, hogy élünk vagyunk, és valamennyien nagy-nagy tisztelettel és szeretettel gondolunk azokra, akik 9 hónapig együtt éltek velünk testközelben, akik utána felneveltek bennünket kiskorunktól, akik mindig óvtak, vigyáztak ránk, szerettek bennünket, ha hibát követtünk el, legtöbb esetben megbocsájtottak nekünk, és továbbra is szeretettel neveltünk. Köszönöm nekik ezen a napon is, de én mindig hozzá szoktam tenni az ilyen jellegű köszöntésekhez, hogy ne csak anyák napján köszöntsük, szeressük, vigyünk virágot, ajándékot, meglepetést, elismerést, hanem az év 305 napján, hiszen anyákat nem lehet elfelejteni, mert én is ma voltam a temetőbe, és voltam édesanyám sírjánál is, szinte előzetesben, de ha már nem is élnek, én azt gondolom, hogy ő az, akit nagyon nehezen tud az ember általában és többségében elfelejteni, mert szükségünk volt rá, szükségünk van rá, és ezért anyák napján én nagy-nagy szeretettel, tisztelettel még egyszer köszöntöm őket, és kívánok nekik hosszú életűeket, mert a gyermekek akkor tudják, hogy mekkora öröm és lehetőség az, hogy van édesanyjuk, amikor már nincs, amikor már hiányzik, és ne akkor szeressük csak őket, akkor is szeressük, de ameddig élnek. Én ezzel a gondolattal búcsúzom. Örülök, hogy még így is találkozhattam veletek. Volt lányaink, volt nagylányaink, volt kolléganőink, akár anyaként, akár nagymamaként, és akár dédnagymamaként. Hosszú életet, sok boldogságot gyermekeitekben, unokáitokban, hiszen nekik ti adtátok az életet. Viszontlátásra, szervusztok, további kellemes napot! Elpirul szívében még a múlt melódiája gyúl. Az én mamám nem hordott bubi frizurát, nem hordott párizsi ruhát, és mégis szép volt.